Érkezik a Sons of the Forest 1.0-ás teljes megjelenése. Na de milyen újdonságokkal az Early Access megjelenés óta? Az IGN exkluzív előzetesből ismét sok dologra lehetett reflektálni, például hogy új mutánsok fognak kerülni a játékba, feltehetőleg új bányarészek, jelenetek és sztori elemek is. Az Early Access egyik legnagyobb hiányosságát a befejezetlen, de mégis befejező történetszál adta, ami az 1.0-ra egy teljes történetnek van beállítva, új cutscene-ekkel és régebbi, de már szinkronnal kiegészített ismert jelenetekkel. Az előzetes végén helikoptereket is láthatunk, ez számomra nem egészen tiszta mikor vagy hogyan, milyen kontextusban történik, de egy előbbi képsor alapján találkozhatunk még élő NPC-kkel is a szigeten? Vagy ez, vagy csak egy halott vagy pont meghaló félben lévő NPC, akitől már csak a cuccait tudjuk megszerezni, esetleges történeti tárgyakat. Emellett rengeteg utólagos kiegészítés is érkezett az idők során, mióta megjelent az Early Access. Még sok más érdekes feature is várni fog majd ránk, hogy kipróbáljuk őket. Ilyen például a teljesen vezethető golfkocsi, ami már jelen van a játékban egy ideje, de az előzetesből láthatólag még egy GPS monitorral is fel lesz szerelve. Újabban már árammal is lehet operálni, teljesen felszerelni a bázisunkat villanykörtékkel, melyek vagy akkumulátorokból, vagy napelemlapokból nyerik az áramot. A gyűjthető sztori elemeket is már az inventory-ból vissza lehet tekinteni, ez egy általam nagyon hiányolt dolog az Early Access megjelenésekor, viszont már ez is jelen van a játékban az 1.0 előtt. Néhány új barlangrész is már elérhető, és az ereked rabok némelyik is beszerezhető már. A Dead Central N9 Games-el készített interjúja is pár érdekes infomorzsával lát el minket, miszerint új ereked rabok lesznek felelhetőek a játékban, egy kibányászható érc is elérhető lesz, ami központi eleme lesz a történetnek, és az előzetesben láthattuk, hogy az ellenségeink, tehát valószínűleg majd mi is tudjuk ezt használni fejlesztésekre. Illetve kiderült, hogy Timmy szerepében Sean Ashamore fog fellépni, akit előzőleg a Dark Pictures Man of Medan-ból vagy az LMV2-ből ismerhettünk. I think when we initially find Conrad, the audience might be a little bit taken aback. No, the bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. Ezzel együtt az N.I. közölte, hogy Timmy szerepe is ki lett bővítve a történetben. Emellett még Yianyu, aki mint antagonista lett bemutatva is teljes szinkront kapott, illetve még maga a játszható karakter is kapott egy új hátteret. Ugye jelenleg mint egy taktikai keresőcsapat vagyunk jelen a játékban társainkkal, akikkel a Pafton család keresését folytatjuk. Több háttérinfunk nincs a játszható karakterről. Az interjúban szóba került még a pálya nagysága és ehhez mért üressége is, mint fennálló kritika, és ezt elismervén az N9 Games azt nyilatkozta, hogy igyekeztek kibővíteni a nagy pálya adott a területet minél több érdekességgel, amik megnövelik a dinamikusságát a játékmenetnek. Ezt még az Early Access elején, de még egy mostani visszatekintésem során is tapasztaltam, hogy a pályának ezen részére csak expedíciókat lehet indítani, ha nem költözöl oda. Viszont a legtöbb érdekes pont, illetve jelző is a sziget ezen részén van, és oda át már az inkább endgamehez köthető részek, szóval igazán nincs értelme arra mászkálni, hogyha nem céllal teszed. Továbbá a lezuhanási lokációk terén is, mivel esélytelen, hogy a sziget másik felén kezdj, ezért tényleg a játékostól függ, hogy arra megye vagy sem, éppen ezért a legtöbben csak kirándulni járnak arra. Remélhetőleg ezen változtatott az N-Night, és már lehet arra felé is kezdeni a játékot. Van pár dolog, ami nincs hivatalosan bejelentve, de más forrásokból kiderült, de nem feltétlenül élve 100% kredibilitást, ezekről ejtenék pár szót. Elméletileg visszatért a Climbing X az előző játékból, habár jelenleg nem igazán látom hasznát a dolognak, hiszen anélkül sem nehéz megmászni azt a hegyet valójában. Szóba került még a gomnyomásos bombák jelenléte is, egy légpisztoly, amihez tartoznak nyomkövető dárcok is, egy drón, ami menő lenne, emellé pedig egy HoloLens nevezetű virtuális szemüveg is. Nagyjából ennyi derült ki az előzetesből és az interjúból, szóval sok érdekesség fog ránk várni a megjelenésnél. Iratkozz fel, ha nem akarsz lemaradni róla, ugyanis mi élőben tervezzük végigjátszani és felfedezni a Sons of the Forest kibővített világát. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el jelezni azt egy lájkkal, és legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok! Szevasztok!